bűneinket, hogy mi a tudjuk, hogy megtalálásunk az Úr számunkra. Thank you.
Jézus Krisztus hűséges tanúvat, első szült a voltak közül, és a föld királyának fejedel. Ő szeret minket, vérével megváltott üneinktől, s az Atyának az Isten országává és apjaivá tette minket. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Nézzétek, közeledik a felhő. Látni fogja őt minden szem, még azok is, akik átszúrták. A föld minden lények behimajna mellett. Igen, ámen. Én vagyok az Alfa és az Omega, mondja az Úr, az Isten, aki van, aki volt és aki eljön, a mindenható. Ezen is és egyházunk van, és talán
másoknak az adatlanokat te igazán. Tehát nem sok minden van ez a szó számunkra, de hogyha még a király szót az úrvére helyettesítjük, vagy változtatjuk, akkor se sokra megyünk, nem sokan jelent az sem. Hiszen jelentőségből megszólításként szoktuk az úrvéret használni, például tanárul, doktorul, tiszteletőul, vagy pedig hát a történelem könyvén veszik én az úr, az egy leigázott olyan személy, aki az adatlanul leigázott. Sajnálom. Tehát az Úr Jézusról nem mondhatjuk el ezeket, de ő nem így király és nem így úr, hanem egészen másról, nem földi értelemben királyságról kell beszélni. Szerintem az Ószövetségben a Dániel látogatásában hallottuk az orvosságban, hogy már úgy jöttőnek róla erre a messiásra, erre az Úr Jézusról, mint király. Hogy az ősöreket érezették, és jött felhőben, és a felhőben úgy nézik, mint az ember fia volna, és az ősöreg felhőben, hatalomban, meg méltóságban, meg királyságban, és ennek a királyságban nem lesz vége. Vagy pedig az angyal üdvözlet időpontján, amikor az angyal hívnak a Máriának, hogy ő lesz a megváltó édesanyja, azt mondja, hogy az Úr is meg neked adja atyám a lányán királynak trónja, és uralkodni fog Jákob házán örökre, és királyságának megőrzésére. Tehát már ott tudtára adta, kinyilatkoztatta a világ számára, hogy ez a messiás, vagy mi meg sem született, de vagy megszületik, ő király méltósággal is fog felemelkedni. Történelem órákon a Föld, illetve a Földhez órákon a gyerekek tanulják, hogy az, melyik a világnak, a Európának a legmagasabb hegye, a csúcsa. Ugye ezt tanultuk, hogy nem a Mátra és nem is a Tátra, hanem Franciaországban a Mont-Blanc a csúcsa a legmagasabb, amit örökkor érez a csúcsot. És erre a Európa legmagasabb csúcsára állítottak egy 24 méteres keresztet Krisztus korpuszában, és milyen megoldás volt, hogy megoldásból tették arra magas helyre Krisztus keresztjét. Minden bizonnyal azért, és a keresztény embereknek nem kell különösebben magyarázni, hogy az Úr Jézus az olyan, mint a híd, amely összeköti ezeket a földdel, összeköti a Isten az emberrel, vagy ő az emberek csúcsa. Tehát őre kell tekintenünk, hogyha teljes világban akarjuk irányítani, ami életünket, teljes fedekbe akarjuk irányítani, ami életünket. Tehát ez az a Krisztus, akinek van olyan országa, de nem földi értelemben vett országa. Van olyan királyság, hiszen a világ is előtt megvallja, hogy igen, király vagyok, de az én királyságom meg ebből a világból van. Ugye bátorták ők, mivel hogy királynak mondta magát, és ez ítéletet volt maguknak, mert a császár is értette meg, és azért állítják a királynak semmit. De ő nyilván meg kell magyarázni, hogy milyen az ő királysága. Nem földi értelemben tett királysága, hanem van ugyan neki adatlanja. Hiszen azért jött el a világ, hogy összegyűjtsek az ő országára, az ő többi, akik Krisztus szereti, akik beengedik az életére, már azok Isten országához tartoznak. Tehát nem a hegyek és a földek, vagy a hők övezik az Isten országára, hanem a szellemi országára, a lelkek országára, és ennek az országnak a királya. Nem a legjobb trónba jött, hanem a keresztre, és legfőképpen az emberek szívében akarja elfoglalni az ő trónját. És akik mondom, hallgatnak az ő szavára, azok befogadják Isten, és Istenhez mennek, és együtt fognak lakni, és együtt fognak érkezni, mondja az Úr Jézus. Ugyan ez a Krisztus, akinek van ugyan
Szentes Márti történetében, amikor Szinti Márkás király vérkesekbe vadászik és találkozik egy sugár szép lányjal az Ilonkában, és ezt kölcsönösen megkedvelik egymást, és Ilonkának az édesapja megvendégeli ezt a álmába öltözött király, amit még ennek nem ismertek el. És akkor viszontlásul meghívja a budai lába őket, hogy szeretné vendéglátni az Ilonkát és az édesapját. És átfordulik be, akkor vendél el a király az álmáját, és király pompába fogadja a szép Ilonkát és az édesapját. Valami így nagyon is az Úr Jézussal, hogy az, hogy itt van közöttünk a kenyér és a bor színének, és nem derogál neki, hogy ebben a anyagban elküszködik el, hogy források és ételünk legyen, és talán utóbban elmúlt forrás legyen ez az eucharisztikus Krisztus. És ezzel tulajdonképpen táplálja őt egy életen keresztül. De más amely is van ennek a Krisztusnak, mégpedig azt mondja, hogy mindenki a legkisebbek között tesznek, az velem teszik el. Tehát az emberi testvérünk formájában is közelebb hozzá az áldás Krisztus. Jön hozzá a testvéreinknek, rokonainknak, jön hozzá a munkatársak személyében, de még az ellenségek személyében is. Krisztus közelebb az áldás Krisztus. Vagy ott, ahol kettőt látom összegyőnek az én nevemben, én ott vagyok velük, mondja az Úr Jézus. Persze sokan nem ismerik fel ezt az áldás Krisztus. Nem ismerik fel, mert az életükben nagyon sok kis király megoldik. Egyes embernek életében talán a kárpítószer királya, vagy pedig az alkohol királya, vagy pedig a sör királya, majd lehetett tovább sorolni, hogy mikor adják meg az ember életét, és eljöttök az ember életét. De Krisztus ki akarja sötölni ezeket a kis királyokat az emberek színéből, és ő akarja elfoglalni a trónját, ami a legnemesebb trón lesz számára. Engedjük be ezt a Krisztust, hogy ő legyen a mi életünknek az altárja és omegája. Hiszen az Isten országában ő a középpontja, az alfa és az omega, és ahol Isten uralom működik, ott van az Isten országában. Hát testvérek, egyszer eljön majd az a nap, amikor az áldás Krisztus megjelenik is ebben hatalommal, az égkábelén keresztül, angyalok kísérletében, tehát ez az utolsó a világ napja, ez ami utolsó ítélet napja, amikor ítéletet tart az emberek fölött. Hát mi kiemeljük ezt a Krisztust, hogy legyen segítségünk, hogy az ítélet napján mi is
Kérdelmesúságokkal akarjunk megtenéket, és átmegvedőségedet, aki élsz és uralkodott mindenek közelünk. Thank you.
és miután a talma alára tett minden teremtmény, az örök és egyetemes országa, mérhetetlen fölségednek átadja, az ő országa igazság és élet, kegyelem és szentség, igazságosság, szeretet és béke. S ezért Krisztiként az angyalok és ő angyalok, a trónok körül állnak a karomség és szellem, és minden sereget a mennyben, a te dicsőséget himnuszál szentjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Bocsásd őket szent életváltására.
Könyörű kérünk mindjártában, hogy Isten anyjának, a boldogsága Szűk Máriának, Szent Józsefkel az ő édesével, a Szent Apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ közvete óta kedvesek voltak előtte, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljon téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélek kelegségben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön felekké.
boldogok, akiket meghív asztalán az Jézus, az Isten bárány. Az Úr legyen veled.